Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2019. szeptember 17-én, kedden. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Kubikus emlékhét mezőtúron. Zenés mesetorna könyvtárban. 12. Kner Kupa. A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület korábban egy pályázatot adott be, amely az értékcseppek a hagyományok tengeréből hagyományápolás helytörténeti értékek kutatása közvetítése címet viseli. Ezen pályázat keretein belül valósul meg a Kubikus Emlékprogram, amelyről Szabó Andrást, szervezőt kérdeztük. Kezdetét veszi a Kubikus Emlékhét mezőtúron. Mit tudhatunk ennek a rendezvénynek a céljáról? Hát először is azzal kezdeném, hogy a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület korábban egy pályázatot adott be, és ennek a pályázatnak egyik eleme ez a rendezvény, amellyel egyértelműen az a célunk a Mezőtúri Hagyományőrző Klubbal együtt közösen, hiszen már évek óta dolgozunk azon, hogy a évtizedekkel vagy évszázadokkal ezelőtti nagyon nehéz fizikai munkát végző egyszerű embereknek a hagyományait, az életét és a velük kapcsolatos irodalmi és népzenei ismereteket összegyűjtjük, és ezeket próbáljuk most az emlékhét keretében bemutatni a érdeklődők számára. Ez a emlékhét a mai nappal kórusok, népzenei anyaggal, előadásokkal emlékeznek rájuk, illetve a holnapi nap folyamán pedig a Kubikus szobornál lesz a megemlékezés és a koszorúzás, ott is lesznek különböző intézmények, cégek vezetői, akik néhány gondolatban emlékeznek ezekre az eseményekre, hiszen a roppant nehéz fizikai munkájuknak az eredménye az tulajdonképpen ugye élő dolog, itt van körülöttünk, csak gondoljunk a berettyó szabályozására, meg sok egyéb más munka, amit elvégeztek itt, a vasútépítéstől kezdve, akár az aratások és így tovább, illetve akkor a holnapi nap folyamán köszöntjük a felkutatott kubikus emberek leszármazottai családjait, akik szintén ugyanitt a Városi Oktatási Centrumban lesz a ünnepi köszöntő. Szép jó napot kívánok minden kedves jelenlévőnek! A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület nevében nagy szeretettel és örömmel köszöntök minden kedves jelenlévőt, és külön köszöntöm Batta Attila Viktor, Mezőtúrváros alpolgármesterét, aki megtisztelte jelenlétével ezt a rendezvényt. Köszönjük! Természetesen köszöntök ezen a rendezvényen minden szereplőt, minden előadót, és a megjelent kedves érdeklődőket,
vendégeinket. A Helytörténeti Egyesület jó pár hónappal ezelőtt egy pályázatot nyújtott be, és ennek a pályázatnak a keretében illeszkedik ez a program is, amelyet hivatalosan most föl kell, hogy olvassak, mert elnézést, de ezt képtelenség megjegyezni. A program a TOP 7116H081 kettes számú, a helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási, nevelési és ismeretterjesztő programok című pályázatában Értékcseppek a hagyományok tengeréből elnevezésű projekt keretében rendeztük meg és építettük be a programba a Kubikus Emlék Hét megemlékező sorozatot. Ennek a megemlékezésnek az első napján vagyunk ma, ahol az előbb látott csodálatos kórusok előadásait fogjuk még hallgatni. Előadások lesznek a kubikusok által elvégzett munkáról, az ő életvitelükről, a szokásaikról. Ugyanakkor ebben a programban a folytatásképpen illik a holnapi nap, amely szintén egy elég tartalmas és hosszadalmas lesz, a megemlékezés, hogy a kubikus szobornál kezdődik holnap délelőtt 10 órakor, majd a megemlékezés és a kubikusok leszármazott családjainak köszöntése, illetve az hozzájuk tartozó vendégek köszöntése itt, ugyanezen a helyszínen, és ehhez természetesen majd egy ebéd is fog járni. Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Menőtúl szépkorúak hagyományőrző klub nevébe visszaemlékezésünk 15. évfordulóján. A kubikus szobor 1988. augusztusában készült el Győrfi Sándor kubikus unokájának alkotása. Az első szál virággal 2004-ben emlékeztünk a kubikusok igen nehéz munkájára és arra, hogy milyen is volt a kubikus élete a 19. században. 2017-től Medőtúr város hivatalos ünnepnapja, melyen minden év szeptember második hétvégén koszorúzunk, és hálaadásra emlékezünk a kubikusok egykori munkakörülményeire. Az eseményről ma is megemlékezünk a kubikusok családtagjaival együtt. Bízom benne, műsorunk megtekintése után minden érdeklődő felismert egy villanó életképet az összeállított ünnepünk előadásában. Köszönöm a figyelmüket! Zenés mesetorna is megtalálható a Városi Könyvtár program kínálatában, amelyre szeretettel várják a kicsiket és szüleiket, mindenkit, aki szeret mozogni, táncolni és szereti a meséket. A részletekről Víg Gabriella gyermekkönyvtáros nyilatkozott stábunknak. A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár program kínálatában megtalálható a Zenés mesetorna. Mit lehet tudni erről az eseményről? Igen, a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban júniustól minden hétfőn egy új foglalkozás indult el, aminek az a címe, hogy Zenés mesetorna. Erre nagyobb óvodásokat, illetve kisebb iskolásokat várunk, mint a neve is mutatja, Zenés mesetorna, tehát azokat a gyerekeket várjuk, akik nagyon szeretik a meséket, nem futamodnak meg egy kis mozgástól, és szeretnek énekelni, zenét hallgatni. Ugyanis ezen az alkalmon sokat szoktunk mesélni, mondókázunk, verselünk, ezeket mozgással kísérjük, furujázok nekik, és hát mozognak, amit nagyon szeretnek. Így ez megint hasonló a
mozorgó masszatoló kisebbeknek szóló foglalkozáshoz, ahol egy komplex kis készségfejlesztésen vehetnek részt a gyerekek. Vannak állandó tagjaink, tehát akik már tényleg a beindulás óta minden alkalmon itt vannak, illetve szoktak újak is jönni, és nagyon jó hangulatban szoktak telni ezek a délutánok. Erre a zenésmesetornára nem kell bejelentkezni. Hétfőnként tartjuk itt a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtárnak a gyermekkönyvtárában, hétfőnként 17:30-tól 17:30-ig, és a foglalkozás ingyenes. Október 5-én és 6-án a Városi Oktatási Centrumban kerül megrendezésre a 12. KNER Kupa országos táncverseny és Márton Dorina emlékverseny, amelyre az ország minden tájáról érkeznek versenyzők. A részletekről Kötél Lolita edző nyilatkozott stábunknak. Október 5-én és 6-án kerül megrendezésre a 12. KNER Kupa országos bajnokság és Márton Dorina nemrég elhunyt mezőtúri táncos emlékverseny. Mit kell tudni a versenyről, mi a hagyománya? Így van, immáron 12. alkalommal rendezünk KNER Kupát. Ez régebben volt Mezőberényben is, de már egy jó ideje mezőtúron rendezzük meg. Hagyományosan a volt főiskola sportcsarnokában szoktuk megrendezni. Általában egy vagy két napos szokott lenni, most két napos lesz. Az első nap, a szombati nap a versenyzők, a kék versenykönyves versenyzők fognak versenyezni, illetve vasárnap lesz a szabadidős versenyünk, ami Márton Dorinának az emlékére lett megrendezve. Milyen csoportok indulnak a versenyen, és milyen táncokat mutatnak majd be a versenyzők? Egészen gyerek korosztálytól felnőtt és szenior korosztályig fognak versenyezni a versenyzőink. Egészen standard és latin-amerikai táncokat fognak bemutatni. A standard táncokban az angol keringő, bécsi keringő, tangó, slow fox és quick step. A latin táncokban pedig a szamba, csacsacsa, rumba, pazudoble és a jive. Ez egészen gyerekkorosztálytól szenior korosztályig. Hogyan zajlik a felkészülés? Szintúgy, mint a tanfolyamoknál, itt is ugye heti edzésre van leosztva. Ez igazából soha nem áll meg. Egy versenyző mindig, minden évben folyamatosan készül minden versenyére. Még jobban talán nyáron, akkor készülünk rá. Egy ilyen 3-4 heti edzésben szoktak részt venni. Ez aktívan 1,5-2 órát szokott jelenteni. Egészen a fizikai felkészüléstől a lelkig. Tehát mindent át szoktunk beszélni. A zsűrizésről és a díjazásról mit tudnál elmondani? A díjazásról, tehát mindig szoktunk érmet, oklevelet és kupát osztani. Általában mi szoktunk kedveskedni egy kicsi ajándékkal is. A versenyzőinknek, ez a dobogós versenyzőknek fog, tehát nekik szoktuk adni. A pontozó bíróinkat, ők ugye a zsűrik, különböző módon tevődnek össze. A szombati napon, amikor csak a kék versenykönyves versenyzőink versenyezhetnek, tehát csak a páros versenyzőink, őnekik a Magyar Táncsport Szakszövetség, budapesti székhelyű, ők közvetítik ki, hogy ki az, aki jön és fog minket, vagy a versenyzőket pontozni. Vasárnap pedig a szabadidős versenyünkön az egyesületünk választja ki különböző egyesületekből, hogy ki az, akit meghív pontozó bírónak. Kik azok, akik segítik a táncverseny létrejöttét? Hát önmagában a táncversenyt ugye a Bárdos Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, tehát a zeneiskolával szervezzük, így az egyesületünk is. Rengeteget segít a polgármesterünk, a mezőtúron kormányzat, a Tibi Cukrászda, a Mobil Shop és az önkénteseink, akik általában vagy a szülők, vagy diákok, akik nálunk segítenek. Tapasztalataitok szerint mennyire népszerű egyébként a verseny? Számos környező településről is érkeznek versenyzők, illetve csapatok. Viszonylag, sőt mondhatni nagyon népszerű, ugye nem hiába rendezünk meg 12. alkalommal már a KNER Kupát. Amit tudni érdemes, hogy ugye a szombati versenyünk, ez egy D-országos bajnokság lesz, tehát országos bajnokságról beszélünk, ami azt jelenti, hogy a táncosztályokban, ugye a D-osztályos versenyzők itt fogják a magasabb rangot megszerezni, tehát egyel fentebb fognak lépni, amint megnyerik ugye a verseny. Ez egészen országszerte mindenhova kihat, tehát a határtól is fognak jönni, mert ugye mi rendezzük meg, és általunk kerülhetnek fentebb. Lesz-e belépő a versenyen?
Így van, költséges, viszont aki versenyzik, ő ugye nyilvánvalóan nem fog belépőt fizetni. Általában ilyen 1500 forint, 2000 forint szokott lenni egy belépő. A vasárnapi versenynek lesz esetleg valami különlegessége? Újonnan ugye divatba jött az, hogy most már sajnos kevés fiunk táncol, tehát kevés férfi tag van a táncban, ezért szólólányok és formációs táncosok is ugye fognak versenyezni. Ez azt akarja, hogy minden ugyanolyan táncot, tehát minden latin-amerikai táncot és standard táncot letáncolják a versenyzők szólóként és formációban is. Ennyi lesz csak az, ami még hozzá kapcsolódik a versenyünkhöz, és emiatt fog eltérni egy picit. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!